telefonkornak is nevezzük történelmünk ezen időszakát. Kossuth és Széchenyi ekkora már lefolytatta nagy programvitáját, ahogy Eötvös, Trefort és Deák is megküzdött az ókonzervatív, császárhű Dessepi testvérpárral a Pesti Hírlap hasábjain. A magyar politikai gondolkodás talán legtermékenyebb időszaka volt az 1848 előtti két évtized. Azt persze nem tudhatjuk, hogy a szabályos, gyakran cenzúrázott keretek között zajló szellemi és a rendi országgyűlések politikai csatái meddig húzódtak volna a radikális ifjúság nélkül. Ugyanis az ő merész kiállásuk kellett azon az esős, borongós március 15-i napon, hogy a magyarság Európa szabad és szuverén nemzeteihez csatlakozzon, hogy vér nélküli forradalmában kimondhassa, elég, rabok tovább nem leszünk. Arisztokrata, jobbágy, polgár és plebejus egyszeriben nemzetté vált. Ma, 2015-ben, meg annyi reformok viharában, nehéz nemzetközi viszonyok között, ezt kell látnunk március 15-ében. És ezt is kell leginkább megtanítanunk gyermekeinknek, a nemzeti egység szükségességét. 1848. március 15-én és a forradalmat követő események során nemzetként tudott viselkedni a magyarság. A társadalmi, vagyoni különbségek nyilván megmaradtak, de minden magyar ember közösen válvette küzdött a jogaiért, az ország és a nemzet szabadságáért. Az első magyar kormányban pedig egyszerre ült ott a reformkor két nagy programadója, Széchenyi és Kossuth, ahogy ott van Eötvös és Doktriner köre, akiket Kossuth korábban csak szobatudósoknak nevezett. Ők együtt alkották az első magyar kormányt. Mert hogy a történelmi és a nemzeti felelősség nagyobb volt mindannyiukban, mint az egyik.